Újraindult a jelenléti oktatás az általános iskolák felső tagozatán és a középiskolákban. Tóth Barna, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és egészségügyi szakgimnázium igazgatója a televíziónknak elmondta, már több hónapja várta ezt a napot. Igen, nagyon vártuk, az az igazság, tulajdonképpen november közepe óta várjuk már, de természetesen tudomásul vettük azt, hogy milyen helyzetben vagyunk, úgyhogy türelmesek voltunk, de nagyon örülünk, hogy eljött. Az első tanítási napot szigorú óvintézkedésekkel kezdték a gimnáziumban. Ugye maguk az egészségvédelmi intézkedések azok ismertek számunkra már régóta, és természetesen mi is megtettük a kötelező fertőtlenítést termenként nagyon pontosan és precízen, ahogy máskor is szoktuk. Igyekeztünk a távolságtartásra is egy picikét odafigyelni. A múlt héten ugye már volt nekünk érettségünk, úgyhogy ott egy picikét vissza tudtunk rázódni abba a részbe, ami már a személyes jelenléttel való találkozásokról szólt. A diákok többsége felvette az oktatást. Mindössze 4-5-en jelezték, hogy nem szívesen jönnének még, illetve várnának még egy kicsikét. Erre lehetőségük van egyébként, illetve mi pedig egyértelműen arról beszéltünk már a jogszabály előtt is, hogy türelmesek leszünk ebből a szempontból is, és az ilyen félelmeket próbáljuk majd kezelni emberségesen. Az évvége normál menetben mozgalmasan szokott telni. Most viszont folyamatosan figyelik a kormány intézkedéseit, és ehhez kötik a közösségi programokat is. Jelen pillanatban ugye az a szabályozás van érvényben, hogy május 25-e után lehet ilyen ballagási rendezvényeket, illetve tanévzárókat tartani. Mi mindenféleképpen szeretnénk tervezni ilyen rendezvényt, természetesen ugye az akkori aktuális szabályok betartásával, illetve a másik nagy kérdés még az osztálykirándulásoknak a kérdése. Ebben a kollégák, az osztályfőnök kollégák még gondolkoznak, ugye annyit tudunk róla, hogy ottalvás nélküli egy napos alkalmakat lehet rendezni. Nem csak a diákoknak könnyebb a tantermi oktatás, hanem a pedagógusoknak is. Ugye az a helyzet, hogy mi azért erre vagyunk trenírozva, hogy jelenléti oktatási rendben tanítsunk, többen azért több évtizedes tapasztalattal a hátunk mögött, és ha bár ezt a digitális oktatást én úgy gondolom, hogy nagyon becsületesen igyekeztünk végrehajtani, talán a kollégáim nevében is bátran mondhatom, de nem alakult ki még ennek a kultúrája megfelelő módon, úgyhogy ez azért nehézségeket okozott mindenféleképpen. A diákok már reggel megkezdték a tanulást, kicsit izgatottan. Történelem órával kezdtünk, és szerintem sok változás történt, de jó volt újra ismerős arcokat látni. Szerintem könnyebb jelenléti oktatásban. Egy bizonyos kapcsolat megvan a tanár és a diákok között ilyenkor. Jobban kijön ez a kérdés-válasz lényegű dolog. Sokkal egyszerűbb itt tanulni, mondja ez a diák. Ha valami probléma van, azonnal tud kérdezni. Bár ez digitális oktatásban is jelen volt, tudtunk kérdezni a tanároktól, meg volt a felület, ahol ez megtörtént. Nem csak a reggel volt izgalmas, de az este is. Kicsit izgultam, de nem tartottam tőle, mert tudtam, hogy minden rendben lesz, tanárok szeretettel vártak, és fogadtak minket. A szünetek is mozgalmasan telnek a gimiben, van mit bepótolni, mondják a diákok. Még most van az első szünetünk, de megvan egy baráti körünk, akikkel régen találkoztunk már, biztos a elmaradott élményekről és tervekről fogunk beszélni.